Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Az őszi parlamenti időszak elején érdemes értékelni, hogy zajlottak, milyen eredménnyel zárultak a nyári szokásos Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIH által elrendelt ellenőrzések. Egy júniusban közzétett felmérés szerint az európai hatóságok rangsorában a NÉBIH első helyen végzett, a magyarok szavaznak leginkább bizalmat a nemzeti hatóságoknak. A 2013-ban elfogadott élelmiszerbiztonsági stratégia eredményeként a lakosság tájékoztatása sokat fejlődött, amely alapján hiteles információkat kaphatnak a NÉBIH hatáskörébe tartozó tevékenységekről. Azt gondolom, mindannyian belátjuk, miért kiemelkedően fontos a nyári időszak az ellenőrzések szempontjából. A rengeteg nyaralását töltő ember fordul meg a strandokon, különféle fesztiválokon és egyéb nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényeken. A több tízezer gyermek által látogatott nyári táborokról sem lehet elfeledkezni, az ő szempontjukból különösen fontos, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztanak. Fontos az alapanyagok nyomon követhetősége, tárolása, elkészítése. Elengedhetetlen továbbá az ott dolgozók egészségügyi alkalmasságának a vizsgálata is. Tisztelt államtitkár úr, az évek óta hagyományosnak számító élelmiszer ellenőrzések mellett idén először további, a NÉBIH által felügyelt szakterületek és tevékenységek ellenőrzésére is sor került. A hagyományos élelmiszer ellenőrzések fókuszában a szezonálisan üzemelő, illetve idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, strandokon működő kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken értékesített élelmiszerek, az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetése, a fagylalt előállítás és forgalmazás, valamint az utcai vendéglátás, a büfékocsik és mozgó vendéglátók álltak. Kiemelt figyelem irányult a fűszerezett, pácolt, előkészített húsokra, a grilltermékekre, a fagylaltokra, a szezonális zöldségekre és gyümölcsökre. Éppen ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat, hogyan értékeli a NÉBIH által elvégzett ellenőrzéseket, milyen hiányosságokat tapasztaltak az ellenőrzések során, milyen szakterületekkel és tevékenységekkel bővült a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mint említettem, miniszter úr helyett Zsigó Róbert államtitkár úr válaszol az elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Mindenek előtt köszönöm önnek, hogy ezt a témát az országgyűlés előtt felvetette, hiszen valóban ez minden vásárlót, minden magyar családot érint. Mindenek előtt fontos és eredményes munkának tartom, amit a nyári ellenőrzések során, mint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mint a megyei kormányhivatalok dolgozói évről évre elvégeznek, hiszen ez az akció hozzájárul ahhoz, hogy ez a turisztikai szempontból jelentős időszak, az élelmiszerbiztonság oldaláról nézve is kockázatos időszakban tudjunk ellenőrizni. Képviselő úr, engedje meg, hogy néhány számadattal válaszoljak az ön kérdéseire. Idei ellenőrzés sorozat során több mint 5600 létesítményt, köztünk mindegy 2700 vendéglátó helyet ellenőriztek a szakemberek. A nyáron népszerű élelmiszerek esetében csak nem 15 000 tételt vizsgálatára került sor. Ezek 2,4%-át, ez 335 tételt jelent, kellett kivonni a forgalomból. Általánosságban elmondható, hogy hibák természetesen előfordulnak, egy ekkora ágazatban természetesen elkerülhetetlen. Ez ugyanakkor összességében azt mondhatom, hogy amióta a NÉBIH megkezdte a munkáját, folyamatos javulás tapasztalható az élelmiszerláncban. Az élelmiszer ágazat különböző létesítményeinek ellenőrzése során hiányosságokat elsősorban a higiéniai feltételek, a forgalmazott termékek minőségével, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságával, illetve képzettségével fordul elő. A termékek vizsgálata kapcsán fontos megjegyezni, hogy arányait tekintve jelentősen csökkent a forgalomban kivont termékek száma a korábbi évekhez képest. Összességében elmondhatom önnek, hogy az Agrárminisztérium és a NÉBIH munkáját elsősorban nem a felesleges adminisztrációs terhek növelése, hanem a tisztességes termelők és vállalkozók, valamint a vásárlók és a családok érdekei melletti munka jellemzi. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Egy perces viszontválaszra képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, államtitkár úr, válaszát. Azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelendő, hogy az ellenőrzések során nem a büntetések kiszabása volt az elsődleges cél, hanem a vállalkozóknak nyújtott segítség nyújtása jogszabályok betartásában. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszonválasz illeti meg Zsigó Róbert államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy azt képviselő úr is említette, egy friss EU-s felmérés szerint a magyarok szavaznak leginkább bizalmat a nemzeti hatóságuknak. Ez az eredmény híven igazolja azt az eredményes szemléletét és struktúrát, amelyben működünk. Ebből a komplexitásból eredő előnyt használtuk ki akkor is, amikor a nyári ellenőrzéseket terveztük, így kerülhetett sor az idén az őstermelők ellenőrzésére is, de éppen a Balaton környék, a Dunamenti vendéglátóhelyeket is ellenőrizték a szakemberek, hogy megfelelő hal, illetve haltermékek kerüljenek forgalomba. A hatósági munka mellett kiemelten fontosnak tartjuk az átláthatóságot, éppen ezért a nyári szezonális ellenőrzése kapcsolatos adatok a NÉBIK honlapján megtalálhatók. Biztosíthatom önt is és az országgyűlést is, hogy az Agrárminisztérium továbbra is azért dolgozik, hogy a magyar családok asztalára egészséges, biztonságos, kiváló minőségű élelmiszerek kerüljenek. Köszönöm szépen a figyelmüket!